nem én vagyok a provokátor, hanem a fiatalok provokálják a kormányt. Nagyon igaz. De legalább olvasom. Azért vagyunk ma itt, a Téli Rózsás diákforradalmon, egy gimnazisták által szervezett tüntetésen, hogy nem tetszésünket fejezzük ki azzal szemben, ami az utóbbi hetekben felsőoktatási reform címszó alatt hazánkban történt. Ebben a mi közösségünkben mára már csak két lehetőség maradt. Vagy elzavarnak, vagy rögtözkötnek. Nincsen középút, nincsen tolerancia. Vészmadárnak kiáltottak ki bennünket, amikor azt mondtuk, hogy nem akarunk felvenni diákhitelt. Tehát nem azt súlykolják belénk évek óta, hogy a hitel rossz és nyomorba taszít? Nem az adósság ellen harcol a kormányunk már évek óta? Sokan azt hiszik, hogy csak a saját jövőjük forog a kockán. Tévedés. Az ország jövője az itt. Önök elvesztették a 2014-es választást. Önök elvesztették a 2014-es választást! Kíváncsiak vagyunk rá. A tudatlan ifjúság és a felhergett ifjúság próbál itt szavat kelteni advent idején. Ez egyszerűen, hát én megértem, az ifjúságot csinálja. Csak a cigarettát, az ételt, a ruhát, az italt, és mindent, amit megvesznek nekik a szüleik, azt Magyarország adózatokért adják össze. Abba én is. Basszus, pont azért tüntetünk, hogy itt Magyarországon tudjunk érvényesülni. És nem az a külföldön. Aki külföldön akarna, az most is kimehetne, hiszen külföldön sok helyen ingyenes a tanulás. De én pont azért jöttem el, mert hogy én itt akarok tanulni, mert szeretem a hazámot. Azért. Az első diploma megszerzéséig legyen az oktatás ingyenes. Megértem a
Ez a rendszer, ez úgy működik, hogy az emberek szavaznak arról, hogy mit akarnak. Ha gondolja, én azt javaslom, hogy álljon fel és mondja el a véleményét, de szerintem, na meghallgatják nagyon szívesen, és mondja el ezeket az érveket. Ezzel önök is jönnek, és nekünk is erősebb lenne, nem lenne vele probléma. Nem szeretnék ezen hangos beszélni. Értem. Azt esetleg vállalja, hogy az önök önszavait szó szerint megtolmácsoljam a többieknek? Annyi kérésem lenne. Tessék, figyelek. Az a kérésem, hogy vonuljunk tovább, menjünk el az MTA parkolóba, mert úgy látom, hogy egyelőre nincs célja ennek a rendezvénynek. Ott összeállunk, ugyanúgy ott maradunk, és eldöntik, hogy mit szeretnének a későbbiekben. Jó, rendben. Én továbbra is csak azt mondom, én most a saját, ezt a javaslatot kérem, most előterjesztem itt. Jó? És szavazom. Azt kéri tőlünk, illetőleg azt javasolja, hogy vonuljunk át az MTA székház előtt, az MTA székház elé. A javaslatról szól, hogy induljunk el Pest felé most, aki egyetért ezzel, azt tegye fel a kezét. Engedd ki! 6. kerületi rendőrkapitányságra vissza! 6. kerületi? 6.